Na helló srácok, ebben az epizódban ezt a két hangfalat fogjuk összehasonlítani. Mind a kettő 12 col, nagyjából ugyanabból az érából származik, ez egy picit fiatalabb, de helyel közel ugyanaz a kaliber. Annyi különbséggel, hogy ebben analóg a végfok, ebben pedig már D-osztályú, ha lehet így fogalmazni. Az egyik egy Meki SRM 450, első szériás, a másik pedig egy RCF Art 312A, szintén első szériás hangfal. Gyorsan nézzük át, hogy mik a hasonlóságok és különbségek a két hangfal tekintetében. Nagyjából dimenzióit tekintve, a magasságot leszámítva ugyanaz a két hangfal. Az RCF egy kicsit magasabb, de hátrafele a Meki egy kicsit nagyobb, szélességben pedig forma-forma, én azt gondolom. Úgyhogy teljesen joggal gondolhatnánk azt, hogy tök egyforma lesz a két hangfal, ám bár ugye az egyik az Meki, a másik pedig RCF, úgyhogy biztosan lesz közte különbség. Na most igazándiból nem arra akarok rámenni, hogy melyik a hangosabb, meg melyikben van több mély, de nyilván ez is ki fog derülni, igazándiból az érdekel, hogy melyik milyen. Gyakorlatilag mind a kettő ugyanazt tudja, már annak tekintetében, hogy nincs benne DSP, bár valamennyi biztosan van benne az RCF-ben, mert hogy ezen van, van egy limitációt jelző LED dióda, úgyhogy valamilyen szintű kis elektronika van benne, hát DSP-nek nem mondható, de valamennyi kis okosság van benne. Megvan a cukiság faktor is. Lizi? Amúgy nem úgy hívják, nincsen neve, csak most ezt így hirtelen kitaláltam. Első körben egy hatalmas nagy különbség, ugye, hogy ezen van egy hárfa, ezen pedig nincsen, ami azt jelenti, hogy erre nem kell hűtést, mert hogy D-osztályú erősítő van benne. Ergo az RCF az jobb hatásfokkal fog üzemelni, és ez valószínű meg fog látszódni a teljesítmény felvételen is. Ugyanis itt azt mondja a kisokos, hogy 480 wattnyi tápellátásra van szüksége, hogy látszódik, hogy 110 voltról rögtön megduplázódik a felvett áram, ugye 110 voltról 5 amperes biztosíték kell bele, 230 voltról pedig csak 2,5 amperes, ugye minél kisebb a feszültség, annál nagyobb az áram adott teljesítményen. Most nem tudom pontosan, hogy itt kapunk-e ilyen adatot. Hát nem igazán, de mindjárt meg fogom nézni a leírásában, hogy mit ír. Ugye itt annyi különbség van, talán egy picit több lehetőség van a Mekin. Itt van egy kis kiemelés, ami 100 Hz-nél kiemel, meg 12 kilónál, meg van egy 75 Hz-es fölülátteresztő szűrőnk, ami 75 Hz-nél levágja az alsó frekvenciákat, meg van itt egy ilyen gombunk, hogy hangra bekapcsol, és itt nincs peak jelzésünk, itt csak egy termál, egy hővédelem. Ja, dehogy nem, van itt peak jelzés is, bocsássatok meg, van itt peak jelzés is, meg van itt szignál, még életemben nem láttam ezt a peak jelet felvillani, és közben megtaláltam itt ezt a feliratot, hogy 320 watt. És akkor el is gondolkodhatunk hirtelen rajta, vagyis hát vonhatnánk le következtetést, hogy D-osztályban a 480 watt felvett, AB-osztályban meg a 320 felvett,
ugye ennek csak 50%-os a hatásfoka, ennek meg mondjuk legyen 90, jó esetben. Ergo, az jön ki a matekból, hogyha a számok alapján gondolkodunk, hogy ez sokkal nagyobb teljesítményű, ugye bár már alapból is nagyobb a teljesítmény felvétele, meg még a hatásfoka is jobb, úgyhogy rettenetesen kíváncsi vagyok, hogy mit fog hozni ez a teszt. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Mindjárt ide lerakok egy keverőt, és akkor fogunk majd egy jobbal váltást csinálni, hogy azonnal tudjuk hallgatni, hogy mi történik. Gyors, bekötöm ezt a két cuccot, és akkor megnézzük. Mind a kettőt maximumra fogom állítani, és majd a keverőn szabályozom a hangerőt, és akkor úgy lesz talán igazságos a verseny. De igazándiból én a hangjára vagyok kíváncsi, hogy melyik szól jól. Ez is nagyon jól szól. Mondom, ez még nagyjából ugyanaz az iskola, mind a kettő. Mind a kettő ugyanaz a kemény műanyag. Bár azt nem néztem meg igazándiból, hogy súlyra mit mutat a dolog. Hát ez annyi, amennyi. Meg egy kicsit nehezebb, de ebbe azért van egy toroid trafó, szóval nagyjából annyi a különbség, abban meg nyilván kapcsüzemű táp van, de igazándiból akár le is bonthatnánk a hátulját. Na, úgy látszik, hogy már is kiderült, hogy hatalmasat tévedtem, ugyanis ha jól látom, ebben is A osztályú, vagy AB osztályú végfok van, méghozzá egy rendes toroid trafóval, és ha ki tudnám venni ezt, az remek lenne. Miért nem jössz ki a helyedről? Ezt most döngettem egy darabig, érződik is rajta, hogy meleg minden benne. Most mondd, hogy olyan rövidre van hagyva a hangszóróvezeték, hogy nem tudom kivenni a panelt. Márpedig nagyon úgy néz ki. Úgyhogy ezt csak innen távolból fogjuk megnézni, nem? Nem. Ha! Király. Na jó. Fel tudom ezt ide tenni? Természetesen nem. Úgyhogy akkor leveszlek benneteket az állványról, és akkor megmutatom úgy. Szóval itt kapott helyet a kis toroid trafó, amire mi van ráírva. 270 watt. Akkor valaki mondja meg nekem, hogy a 480 watt áramfelvétel hogyan jöhet ki egy 270 wattos toroid trafóból. És ahogy nézem, hogyan van ez? H-osztályú a végfokja? Mintha H-osztályú lenne a végfokja. Igen, látszik is, hogy H-osztályú, két gréchíd, két sor puffer, úgyhogy ez egy H-osztályú végfok. Nézzétek, csak ott van benne valami féle DSP-szerűség. Valami csak van ebben is. Igazándiból nem látom át a dolgot. Ez már MK2 lenne? Mert hogy ott egy MK2-es felirat van, de itt viszont... Ja, itt van, bocsássatok meg, ez is MK2. Akkor az összehasonlítás annyiban megtévesztő, illetve az elején a kis mondókám, hogy ez egy első szériás SRM450, ez pedig egy második szériás ART312A. Szóval ez már a ráncfelvarrott verzió, és akkor látszik is, hogy AB osztályú a végfok, illetve azon a része, a tápja H osztályú, vagy nem tudom ennek mi a megfelelő megnevezése. Ugye H osztályban működik a tápja, de AB osztályú maga a végfok rész. Ezt onnan lehet megállapítani, egy H osztályú, hogy látszik is, hogy a kisebbik feszültség az a 27 volt, arról megy a H-osztály első fokozatában, és az a plusz 58-ról megy a H-osztály második fokozatában, meg van itt egy nem volt valami alacsonyabb feszültség?
Nem volt alacsonyabb feszültség, azt hittem van még valami megcsapolása, de nincs. Úgyhogy így jön ki a H-osztályú téma. És az AB osztályt meg onnan tudjuk megállapítani, hogy ott vannak benne a nagy teljesítményű tranzisztorok. Hogy miért van benne? Ja, azért van, mert kettő kapcsolja a H-osztályt, kettő pedig a komplementer páramja, a AB osztályú végfokhoz szükséges, meg még van ott egy szerintem TD a végfok, az pedig hajtja a magasokat. Vagy mi az ott? Nem, az is két tranzisztor, akkor az lesz a magasnak a két ranyója. Nem, itt van, csak jól emlékeztem én, itt van a kis TDA. Itt van a kis TDA, az pedig majdnem biztos vagyok benne, hogy a magasakat, illetve a magasat hajtja. Nem. Na mindegy, az hajtja a magasakat, illetve a magasat, ott a két végfogtranyú, a két hát Isten tudja mi az, de az kapcsolja a H-osztályt, és akkor mindehhez tartozik egy hűtőborda itt a másik oldalán. Hát igazándiból most őszinte leszek, nézzétek meg ezt a hűtőbordát, meg azt a hűtőbordát. Hozzáteszem, abban a trafó is nagyobb egyébként. És ezt mi fogja hűteni ott bent, a hangszóró légárama? És sajnos ebben is lemezkosaras hangszóró van, még ebben egy öntött alukáva van. 8 ohm, nézzük, mit hazudtak a hangszóróra, illetve mit írtak a hangszóróra. Az már egyszer biztos, hogy eredeti RCF. Rajta vannak a kis hologramos matricák is. Hát igazándiból túl nagy információ nincs belőle. Ahogy nézem, pont ugyanakkora a lengő is. Mind a kettő 12 col. Nem tudom. Nem tudom, hogy miért nem került ez kívülre. Mi hűti ezt? A hangszórónak a torzítás kompenzációs nyílásából kiáramló levegő hűteni, vagy kicsa tudja, nem tudom. De hogy mindenen rajta van a RCF-es hologramos matrica, az egyszer biztos. Na jó, ezt meg már láttátok szétszedve, ezt most nem fogom azért szétszedni, de nagyjából ugyanez van benne. Ebbe nem H-osztályú végfok van, hanem G, de mármint a vége az ugyanúgy AB-osztály, csak a tápja G-osztályú. De egyébként forma-forma a kettő, mondom, annyi különbség, hogy ebben lemezkosaras a hangszóró, ebben meg öntvénykosaras, vagyis hát alumínium kosár. Ezt most összecsavarozom, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet. Még mondjuk arra kíváncsi vagyok, de nem fogom tudni megmondani, mert hogy ez biztosan rá van ragasztva. Kíváncsi lettem volna, hogy mennyivel van pufferelve. De sajnos bele van ott taknyolva, volt látszik is, úgyhogy nem tudom kiszedni. Ez a kis panel itt nagyon cuki, bármi is legyen ez. De valószínű ez valamiféle DSP lenne. Mert hogy egyébként külön a panelen hangváltót nem látok, szóval ez itt az aktív szűrés, ami elválasztja a két utat egymástól. Úgyhogy mégiscsak van benne valamennyi DSP, hát nagyjából ebbe is ugyanennyi DSP van, csak itt két nyomógomban, ezen nincs nyomógomb, ez magától tudja, hogy mi a helyzet. Na, csavarozzuk össze, most már hallgassuk meg. Nos, föltekeltem mind a két hangfalat maximum hangerőre, és ez a sistergés, ez most a keverőből jön, ez ennyi. Ha kihúzom a kábeleket, abba adja, ezt innen szedi össze, ezt el kell neki nézni. Ez a szvartyogás, ami néha jön, az abból jön, és azt nem tudom, hogy miért csinálja. Halljátok? Néha ilyen hangja van. Mind a kettőt maximum hangerőre tekeltem, és óriási a különbség. Ennek sokkal nagyobb az erősítése. Mindjárt megmutatom, hogy mennyivel. Adok rá egy pici hangot, de tényleg csak egy kicsikét.
és elkezdek balanszolni. Csak ez pont fordítva van, és ez engem rettenetesen idegesít. Csak előbb halkítsam le, még mielőtt kinyírok valamit. Ezt pont fordítva kéne bedugni. Így majd jó lesz, vissza mind a kettőt maximumra. Ezt is, és akkor talán majd most jó lesz. Aha. Na, hallgassátok csak meg, adok rá egy kis hangot. Különbség a kettő. Pedig adok rá hangerőt, nézzétek meg a kivezérlési jelzőt. Legyen a teszt, beállítom mind a kettőt egyforma hangerőre. Így talán jó lesz. Ami nekem egyből szembeötlő, abban kevesebb a magas. Több a közép, kevesebb a mély. Na nézzük, melyik kezd el hamarabb elfogyni.
észrevettem egy dolgot, hogy a Mackie nagy hangerőn elkezdi visszavenni a mélyet. Az RCF az viszont nem vette vissza a mélyet, az RCF nagy hangerőn is ugyanazt a mélyet produkálja, a Mackie viszont visszavette a mélyet, és elkezdte a közepet tolni, hogy hangos legyen. Ja, az RCF leverte a Mackie-t, mint a szart. Ha! Kemény. És még egyik sem klippelt amúgy, de már iszonyatosan hangos. RCF is leveszi a mélyet. Hallgassátok meg itt milyen basszus van. Ráadom a hangerőt. Viszont nem olyan drasztikusan csinálja, mint a Mackie. Itt még egész jó. Még itt is. Végén már teljesen átmegy szatellitbe, tökre le van szűrve. Szerintem ott van az a 75 Hz-es vágás, ami a hátulján van. Mindjárt meg is nézem. Ha levágom 75 Hz-t, az van, hogy nagy hangerőnél, mintha benyomnád a hátulján azt a gombot, megpróbálja óvni saját magát, és próbálja tovább a hangerőt tartani, ezért visszább vesz a mélyből. Az RCF is csak nem olyan drasztikusan. Cserébe az RCF-en már most világított a piros a hátulján. Mindjárt meg is mutatom nektek, hogy az RCF az már klippelt, az már elfogyott, ott már elkezdett a limiter dolgozni benne. A Mackie viszont nem. Neki még elalszik a szignálján. A Mackie még elalszik a szignálján, és figyeld, az csutkán van, az meg háromnegyeden van, és ugyanaz a hangerő, és az már klippel, a Mackie viszont még elalszik a szignálján, úgyhogy az még bírná. Forma-forma amúgy a hangzása. Az egyikben egy picit több a magas, a másikban egy picit kevesebb a mély. Alacsony hangerő mind a kettő tök ugyanúgy szól. Amikor elkezdett felhangosítani, akkor a Mackie az szándékosan visszaveszi a mélyet, hogy ugye meg tudjon maradni a hangerő. Az RCF is ugyanezt csinálja, mégis elkezd hamarabb klippelni. Picsa tudja, nem tudom. Nekem jobban tetszik de ez az én szubjektív véleményem, nekem tetszik, ha egy hangfalba olyan a magas, hogy rá lehet könyökölni, és a Mackie-be olyan a magas, az RCF-be viszont több a mély. Nem tudom. Igazándiból ezt a tesztet ne vegyétek vásárlási alapként, mármint úgy, hogy ez alapján vásároltak, ezt csak én itt ki akartam próbálni. És igazándiból meg is tudtam, amit akartam, hogy nagyjából forma-forma hangfa, mind a kettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai is. De ha össze kéne foglalnom, akkor azt mondom, elfogultság nélkül, hogy a Mackie-nek jobban tetszik a hangja a magasa miatt. Tény, hogy az RCF-ben jobb a mély, viszont cserébe nem olyan jó a magas.
Érdekes lett a végeredmény. Hát most belemehetnénk abba, hogy felépítését tekintve melyik milyen anyaghasználat. Egyébként valószínű, hogy az ART 312 a első szériása ennél jobb. Mert kicsit lötyögősek a fülei, meg az anyaghasználat már nem ugyanaz, mint például a Mackie-nél. A Mackie egy kicsit robosztusabb, de nyilván az már beleesett abba a körbe, hogy ott már ment ez az olcsósítás, hogy hogyan lehetne ugyanazt a minőséget egy kicsit olcsóbban kihozni, és akkor így jött a MK2. Hát mindenki döntse el maga, hogy mire jutott a tesztből. Én igazándiból megtudtam, hogy tök mindegy, hogy melyiket veszed. Ha olyat találsz, akkor olyat vegyél, ha olyat találsz, akkor olyat vegyél. Ha ilyen kategóriába gondolkodsz, most nem tudom egyébként, hogy árban mennyi lehet a különbség a kettő között, hogy egy 312A mennyibe kerül meg egy SRM 450, bár most egy SRM 450-eket láttam 250-ért egy párban, ami szerintem picsa drága, de nem tudom. Én megmondom őszintén, én annak idején, mikor vettem ezeket a hangfalakat, akkor 80 ezer forintért vettem darabját. Tokkal együtt, és azt gondolom, hogy az verhetetlen ár volt. Jó, nyilván ennek már lassan 4 éve vagy 5, hogy megvettem. Ugye ebből is látszik, hogy én akkor kezdtem ezt a hangosításos témát, előtte nem volt sem. Ez volt az első dolog, amit megvettem, meg azok a picike kis robotlámpák. Na mindegy. Hát gyerekek, érdekes lett. Érdekes lett a végeredmény, ja. Hát, mindenki döntse el, hogy mit sikerült ebből leszűrni. Minden esetre én megköszönöm a megtisztelő figyelmet, srácok. Ha esetleg még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert az nekem egy nagyon jó dolog látni, hogy feliratkoztatok, és hát, hogyha hamarosan összegyűlik a 10 000 feliratkozó. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, hogy a YouTube előrébb sorolja a videómat, és talán még több bőtökhöz eljuthat. Ennyi, ebben nincs több. Baktáló praláim.